A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő részben, és a mai napon be fogjuk rendezni ezt a házacskát, amit megvásároltunk, az előző részekben pedig megcsináltuk a külsejét, vagy belsejét. Na, legyen először a konyha, nem tudom, nekem így szívügyem lett a konyha, úgyhogy ki kéne találni, hogy hogy legyen, és mint legyen. Mi legyen a design, ugye? Mert nem pont az kéne, amit én így kitalálok. Vagy nem feltétlen az, ugye egy hüttő. Ja, de ez nem is hüttő, hallod? Az a berendezéseknél lesz, vagy hol lesz az? Berendezések? Nem, akkor beírjuk ide a mindbe, hogy hűtő. Ó, szuper. Na, színben... Meg kéne nézni először a bútort, mi? Először nézzük meg a bútort. Bútor. Először igen, a bútort akarom, hogy aztán utána majd el tudjam dönteni, hogy ezek közül melyik, de szerintem a fehér az ide teljesen jó lesz. Na, hol van? Fötötő konyha. Bútor ügyileg. Hát ilyen sarkos elrendezési cucli kéne. Kérdés, a szín. Talán ez... De ez elég fos színű, ugye? Ó, de ezeket lehet külön izélni. Akkor viszont... Jaj, elment a hang. Akkor viszont... jó lesz ez. Csak ugye... Milyen színű legyen? Mert ugye... Hát nem tudom, melyik fog ide menni. Világos fa. Hát nem tudom, srácok. Legyen ez a világos fa. Ezek közül, hogyha kell választani, akkor azt mondom, hogy az legyen, nem? De nem vagyok tőle elragadtatva, nehogy azt higgyétek. Az meg legyen fehér. Csak akkor nagyon egybe fog olvadni, nem lesz az ott jó, nem lesz ez jó, nem. Sötét szürke. Megy fa. Túl kirívó lenne. Sötét fa. Legyen ez a sötét fa, szavasztok. Ne varja. Á, de ez meg a fenébe. Ugye? Meg talán picike. Lesz. Ez lesz. Ez lesz, srácok. Nem akarom túl variálni. Egy standard konyhát akarnék létrehozni. Igen, csak ez meg nem fog illeni. Acél. Ehhez ez nem fog illeni? Ja, de nincs is gáztűzhely, hallod? Baszki, ja, nincsen még itt gáztűzhely. Várjál már. Az viszont külön van a berendezéseknél, ugye? Nem. Háztartási cikkek. Mondjuk a hűtő az elképzelhető, hogy olyasmi lesz. Hú, hallod, erre a gatyám rá fog menni erre a házra. Legyen, legyen ilyen. Igen, és akkor ezt elforgatjuk így. Hát ezt most jól ide tettem. Hát de így nem tud fölötte lenni, izé. Jó, hát akkor nem lesz fölötte olyan lószar. Várjál, ezt elrébb kéne. Így. Na, így jó lesz már, na. És akkor... Hűtő. Hűtő kéne. Oké, nem lesz ez úgy így túl jó egyébként. Sötét barna, narancsárga, zöld, vagy barna. Hát ehhez az a baj... Hogy ehhez ez megy. Ugye? Forduljál be. Hát ez így, hogy a szarba néz ki. Na mindegy. Ez tud itt lenni, srácok. Az a baj, nem megy össze a két szín.
ennyire nem lehet a játékban, tudjátok, nincs olyan sok minden benne. Úgyhogy ez marad. Ó, de van külön gáztűzhely amúgy. Ez jobb lenne, mint a rözsó? Nem, nem illik ide egyszerűen. Nem illik ide, nem. No way. Oké, kéne valamilyen pult, vagy asztal. Hát csak kérdés, színekben ugye, hogy tud ez összemenni? Mik voltak itt még a... Á, de basszus, nem fog ez összeilleni, srácok. Nem lesz ez jó. Egyszer asztal. Ilyen izé kéne, ilyen... Kicsit megtörni ezt a színt valami másféle színnel. Hogy világosabbal, vagy mi? Egy ilyen tölgy féle színnel. Hát csak ez nagyon ilyen parasztos ez az asztal, félreértés ne essék. Nem úgy értem. De ez itt nem lesz jó, mert itt van ez a... Tudod, ide akarnék, de ez itt nyilván nem jó. Ó, te jó gyerek! Az meg nem jó, ha izé közepén van, nem? Itt. De... Jó ez itt. Itt meg lesz arra fele nézve a nappali, mert itt úgyis van ajzat. És akkor itt nagy hely van. Ó, itt még van bőven hely. Jó, hát srácok, ez sajnos nem tud pont olyan lenni, amilyet szeretnék. Szék kéne nekünk. És pont azért nem tud olyan lenni. Mert olyan szín nem nagyon van. Na várjál, úgy csináljuk ezt meg, hogy így, hogy lássuk a színét, és így tudjunk választani hozzá széket. Milyen szín illene ehhez? Mert itt aztán most már van mindenféle. Sötét, üveg, ezüst, fehér. Fehér az úgy jobban élik ide, mint a többi, ugye? Mármint, hogy szerintem. Aztán kövezzetek meg. Ezt miért nem lehet ide tenni? Na, ide lehet azt tenni. Oké, okay, cool. És akkor még ide kettőt, azt szevasztok. Többen ne legyetek már hely. Jó? Hát sajnos ez van, srácok. Nem tudom mindig ugyanúgy csinálni, ahogy én ezt eltervezem. Főleg nem... Na mi van? Ide lehet tenni. Oda kéne még beerőszakolni egy széket. Egy. Ugye? Így most fajintos. Nem rossz ez itt. Mondjuk itt azért van egy elég nagy hely. De nem tudom, oda valamit majd ki kell még találnunk. Azt mondja, hogy van olyan nekünk szerintetek, hogy... Virág. Nem nagyon. Képek, fényképek. Konyha. Megnézzük még, mit lehet egyáltalán ide tenni. Bükk. Ez ugyanaz a szín lehet. Tikfa. Hallod, ez ilyen nagy. A rohadt teget? Ez nem kicsi. Gondoltam, hogy oda, de hát nem. Jaj, mégse kell ez nekünk, köszönjük. Oké, festékek. Valami itt akarok ilyen kis... Pöcsöm tudja, mit ide az asztalra. Survivor. Egy izét, egy fegyvert, hallod? Szekrény. RTV. Ó, a mikro! Milyen hely ez, ahol nincsen mikro? Hallod, Patrik? Patrik, de kis buta vagy te. Legyen a mikro ilyen igényesen. Ágyné, jó az ott. Ott még tudnak szelni, meg ilyesmi. Konyha. Az a bajom, folytatnám én még ezt a cuccot errefele, csak nincs ugyanolyan bútorzat.
Mert amilyet eddig letettünk, olyanból kéne egy ilyen úgymond folytatás. De hát ugye ugyanaz a style, az nincs. Sajnos nincs. Úgyhogy nem, nem lesz ott. Na, növények. Másban nincsen valami. Ó, kuka is kell, várjál csak. Növények. Szerintem egy ilyen illene ide, nem? Ú, basszus, de hogy illene. Nem tudtam én, hogy ez ekkora. Ilyen. Fehér. Ez mocsok nagy. Ha nincsen kis növény, baszki. Hallod? Hát ez mind nagy. Na, végre. És pöcsöm tudja mi ez, de jó az ott. Itt még kéne valami szekrényzet. Csak az a baj, hogy nem fog az jól kinézni, higgyétek el. Meg ugye hát igen, mivel azt a szint választottam, nincsen. Ez hogy néz ki bárhogy is itt? Ó, te. Ez sehogy. Ez itt nem szép. Ez itt sajnos nem szép, srácok. El nem tudom képzelni, mi kéne ide. Ja, Istenem, megfingat engem még ez. Tudtam. Számítottam rá. Elektromos hősugárzó. Akkora légüres tér van. Na, egy dizájnos kuka is kéne. Ja, de ez a más. Nézzük, mi más van még. Safe. Welcome. Ez mekkora lehet ez a kuka, hallod? Jó ez így. Atni. Hát, srácok. Nem túl bíztató. De mindegy, haladjunk a dolgokkal, aztán végén még esetleg lehet mókulni, ha akarok. Kéne nekünk kanapé. Vagy... hát nem is tudjuk, hogy mi kéne pontosan. Valamilyen nagyobb cucli. Vörösbőr, bőr, kékbőr. Hallod? Hát akkor ilyen lesz. Lábak, fekete, alap, fekete. Aha. És akkor ott még be tudnak menni, meg ide még lehetne valamit tenni. Az a baj, mutatom mi a baj, ha én itt okosan kitalálom, hogy az ide menjen, elképesztően szűkös. Ugye? És itt így a kimenetelnél, hát nem tudom. Messze van így a tévé. Akkor ezt viszont bőven előrébb kéne hozni, csak ugye ott a radiátor. Szűkös, tudom, hogy szűkös. Oké, akkor ennyire nem. Picit hátrébb. Na így azért már el lehet itt férni. Jó, így lesz, srácok. Az a helyzet, hogy csak így tudjuk megoldani. Mert ilyet akartunk igazából ide, nem akartunk kisebbet. És akkor lesz egy olyan, hogy íróasztal, háztartási cikk. Nézzük csak, tudod mi kéne nekem? Hát igen, csak asztalból tévéasztal kéne, vagy tévéállvány. Asztalok, nem itt van. Dohányzóasztal is van, fali panelek, fali lapok. Fürdő, háztartási cikkek. Ah, milyen íróasztalok vannak itt, de fajntosak. Az RTV-be van? Vagy ott csak, nem, ott csak izé van. Jó. Más? Há, hol van ez? Szekrények. Aha. Ó, igen. Ilyen szekrény. Szekrényként van elnevezve. Ebből kéne egy ilyen kisebb, ilyen klasszik. Ilyenhez mit szóltok? Szürke. Bükk. Tikfa. Megyfa. Meg ez.
Nem tudom, mi illene ide, ugye? Mert itt már annyi féle fajta szín van. Ó, te jó gyerek. Ez megy... Ez ekkora... Hát ez mocsok nagy! Hát nem kell nekünk ekkora te. Ojjajajaj. Na várjál, nem ilyet. Ilyen kis pöcsömnyi kell csak, na. De a szín az nem jó itt ez. Fehér kéne. Az a baj, hogy más szín nincs, ami ide illene. Ez is ilyen határeset. De ez az eleje meg kéne fordítani. Oké. Hát tudom, srácok, hogy nem a legjobb így, meg nem a legszebb. De ez van. RTV. Kíváncsi vagyok, mennyit érhet. 4800 dolcsink van, nagyon fogy. Függő TV. Egy ilyet. Ide csapunk erre a szarra, így. Ez van. Ugye még mehetne a dohányzóasztal, vagy ilyesmi, de... Csak alapjaiba csináljuk meg, srácok, nem fogunk nagyon minden telibe díszíteni, már csak azért sem, mert 4100 dolcsink van. Ami hát nem túl jó. Úgyhogy ilyen... Nagyon ebben nem tudunk belemenni, majd talán a következőbe. De ez így kezdésnek jó lesz. Na, eddig ráköltöttünk 4000 dollárt. Mindazon felül, amit el tudtunk ugye adni, de hát azt ne számoljuk. Na, növényekből szerintem ide nem illik ez. Nagyobb kéne. Ez mekkora? Hát se túl nagy. Hát hallod? Ez csak asztalon nézett ki túl nagynak. De nem ez. Na, ez milyen? Jó az ott, nem? Egy kicsit zöld. Ide meg még mehetne bármi. Most csak nem csinálom már meg annyira, nem? Nincs annyi money-nk, srácok. El fog fogyni a pénzünk. Úgyhogy haladni kell. Úgyhogy... Mindegyikük számára egy-egy növény, oké? Okay? Virágok, remek. Ó, ennek örülnek, hogy vannak virágok, hallod? Na, még teszünk majd akkor a szobákba is. Ó, nem is néztem mostában, miket írnak. Oké, okay, ide egy ágyat első körben. Legyen ez egy ilyen nagyobb ágy. De mégis abból az olcsóbbik. Krém, szürke, sötét. Legyen sötét az alja. Világos fa, krém. Vagy van ez a sötét? Ide ez a krém kéne szerintem, srácok. Mögötte meg legyen ez a sötétebbik. Hát, szóval úgy lehetne jól elhelyezni ezt a szobát. Hát nem így. Vagy mondjuk, arra gondoltam. Hogy így. Mert így még maradt hely. Egy hálószoba? Tökéletes. A hálószoba nem játszószoba. Hát ezt most miért mondtad te? Mondogatják nekem a hülyeségeket. Mit mondanak még? Egy hálószoba? Miért csak egy? Lesz még egy! Ne aggódjál már! Oké, okay, kéne ide egy... íróasztal? Csak nem tudom, hogy hova kéne azt még tenni, mert akarok egy szekrényt. Nem tudjuk annyira berendezni, srácok. 3900 dolcsim van. Az nem túl sok. Ami jó nagy szekrény kéne, ami stílusában nagyjából olyasmi, mint a... ez az ágy. Ebből nincsen krém. Ilyen fehér van. De mondjuk talán még ez is jó, nem? Oké. Most ez ott tükrös, ugye? Az hát...
könyveim egy részét itt kell elhelyeznem. Na látod, oda tudod tenni a könyveidet. Oké, akkor ide kéne egy kis íróasztal, vagy micsoda? Hogy legyen? Ezen polcokon csak tudományos könyvek lesznek. Mi van? Jó, ide mi mehetne? Egy fenti polc ide. Hoppá, van. Van külön olyan? Vagy hogy nézzem azt én? Polc? Nem tudom, hogy kéne olyat néznem. TV, szekrény. Cipős szekrény. Jó, azt teszünk majd ide kintre még. Modern fali szekrény. Hát ez a két szín van. Tikfa. Zseni ez a tikfa dolog. Szürke-fehér tudna lenni. Nem tudom, hogy festene. Ugye, mert olyan üresnek tűnik ez az egész amúgy. De oda akarom tenni, hát ne bóríts már be. Jó ez itt, megy ez ehhez a szobához. Nyilván nem a legjobb dolog, de hát basszus, ennyit tudunk ide tenni, srácok. Nincs olyan sok minden, mint amire én számítottam. És akkor ide talán még egy íróasztal férne el. Ja, egy íróasztal. Kicsit ilyen modernebb stílusa is van ennek a kis szobának, úgyhogy valami ilyesmi íróasztal. És a fehér szín. Valahogy itt ez a fehér szín dominál. Isten tudja miért. Oké. A mentő természetesen halad, és majd közlekedik. Vagy ide? Na, a kocka megszólalt. Az alvás és a tanulás nagyon fontosak. Nem. Úgy lesz, hogy... Így lesz. Ja, Istenem! Hogy így az ágy előtt legyen teliben a... Oké. És akkor erre kéne egy... székecske. Bocsánat, csak közben meg engem itt. Legyen fehér. Sötét. Legyen sötét. Úgyse volt az még. Ja, szóval bocsánat, csak írtak. Vagy hívtak. Ezt nem tudom, hogy ilyenkor tudjátok, hogy most nagyon fontos-e. Akkor mindig az ember ilyenkor... Nem tudom, miért rosszra gondol. Na, várjál, növények. Növények, növények, növények. Igen, ide is kéne valami. Csak hova, ugye? Hát ennek itt sehol sincs helye, hallod-e? Az itt szar. Ez a pici kis pöcsömnyi, ez tudna menni ide az asztalra. Biztos örül neki a megrendelő. A laptop mennyibe kerül? Vagy nincsen? RTV-be van? Mi ez? Vízszintes. Hát jó, akkor az csak így egy izé lesz, asztal lesz, hát nem pöcsölünk. Úgy, né, asztalka. Figyeljetek, srácok, ez ilyen minimálba lesz most így berendezve. Igazából már nincs pénzünk, pont azért. 3300-unk van, és azért végig akarnék érni. Magán a... Izén, nehogy az legyen, hogy elfogy a pénzem. Úgyhogy hát aztán majd tovább rendezi. Vagy tovább beljebb rendezi. Ez hogy lehet így mondani? Berendezi az, aki majd szeretné normálisan. Egy cipős szekrény kéne nekünk. Hol is néztem? Simán a szekrényekbe? Itt volt egy cipős. Fehér. Szerintem itt jó ez. Igen. Fehér.
Ezt pedig úgy tudom itt elképzelni, hogy valahogy így itt van. Ugye? Mert máshol nincs is neki nagyon hely. Oké, egy kicsit ott belelóg a dolgokba. De hát ezt tudjuk vele kezdeni, hogy azért legyen egy cipős. Oké, egyelőre szerintem meg vagyunk. De vészesen fogy a pénzünk, eddig 5000 dollárt költöttünk rá. És akkor még van itt egy szoba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ide is becsapunk 2 ágyat. Vagy egy ágyat, vagy mit tudom, én nem tudom még mennyit, nézzük meg. Ágyból. Ez mivel kisebb, ezt egy ilyen minimálabbra kéne megcsinálni. Minimálabb szín összetételű cuccra. Ugye, mert hogy ez azért jelentősen kisebb szobácska. Hallott, hogy ezt nem lehet egyenesen beállítani, ez kész röhely. Tök ki vagyok én. 2 hálószoba minek? Hát most 2 hálószoba, 2 hálószoba még mindig jobb, ha több van, mint kevesebb. Na látod, basszus, hát akkor meg mit rinyálnak a többiek? És ide... Mi van? Egy nagyméretű hálószoba, remek. Hát a másik az nagyobb volt, de mindegy. Kicsit fel kéne dobni. Egy függő TV-vel. Lehet, hogy túlzás. Ó! Oh. Oké. Okay. Lehet, hogy ez túlzás ide. Nem tudok tévén mellett aludni. Hát akkor barátom, veszel egy másik házat. Oké, okay, így. Ugye? Így jó. Így rendben van. Hát csak ide mit teszek akkor még, ha itt ez a szaros tévé? Valahogy ezt az ágyat kéne elforgatni. Vagy középre tenni. És akkor a tévét is középre helyezni? Nehéz ám, srácok, próbáljátok ki, hogy tényleg te találj ki mindent. Nem tudom. Oké. Okay. Hát akkor ez így lesz. Ez tényleg zen lesz ez a szoba, basszus. 2200 dollár. Oké. Okay. Berendezések. Egy klímát azért majd teszünk még be. Klasszik. Konyha. Tudod, mit akarok? Egy első körben egy olyan szekrényt, ami csak egy ilyen tévé alatti komódszerűség. Világosabb kéne. Ez a bükk. Akkor itt meg ilyen sötétebb. Ojajajajajaj, várj, elforgattuk. Gyere már arrébb. Hát ez itt nem jó, ez itt túl nagy lenne. Meg ezt ide kéne, hallod, de mekkora batár nagy ez a szekrény. Ez túl nagy. Túl nagy, túl nagy, túl nagy. Nekünk egy sokkal kisebb kéne. De mégis, hogy azért úgy lehessen, mit tudom én. Az a baj, hogy ezek tényleg túl nagyok. Fehér, fehér. Tök mindegy, most csak nézzük meg. Aha, hát ez meg itt hogy néz ki? Túl letisztult ehhez a kis szekrényhez ez a szoba, nem? Ja, nem olyan, nem olyan a dizájnja. Nem olyan a dizájnja, srácok. Ez meg olyan, mint a izébe, a konyhába egy vágólószar. Jézusom, ezt is hova ki kéne hozni. Nem jó ez itt, de ide kell egy ilyesmi. Vengő, menj fel, fenyő.
Bükk. Na, ez találj. Ó, hát ez jó lesz itt. Jaj, de jó. De miért nem tehetem én oda? Meg ennek melyik az eleje? Nézd már. És miért nem tehetem ide? Miért? 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 Mert ott a tévé? Hát ne szívassál már. Hát pont azért van ott az a fucking tévé, hogy lehessen alá pakulni. Ó, te jó gyerek. Jó, akkor bukunk az üzleten, srácok. Sajnálom, de ezt eladom. Hát nem igaz. Na, azért örülnek. Örülnek ezek most. De nézd meg, így se lehet ám beljebb tenni. Oké, akkor itt lesz az út közepén, aztán majd aki ezt meg tudja fejteni. Vagy megjön az update hozzá, az majd beljebb teszi magának. Hát nincs elég hely, miért nincsen? Őszintén miért nincsen? Van. Jó. Sajnálom, srácok, hát láttátok, hogy tök jól néznek ki, oda be tudnám tenni. De nem tudom. Ide is pakolunk egy tévét. Ne esze neked. Csűte. Oké. Nem tudok tévén mellett aludni. Hát így jártál, tesó. Oké. Akkor kéne szekrény. Ilyen kis picikét akarok, éjjeli szekrényt. Ez a bükk. Ez talán jó. Vengé. Legyen ez a szürke alja. Alja teteje. Csak hogy ez ide valósi. Úgyni. Ez tényleg nem túl nagy szoba. Meg akkor a másik oldalra. Csak ez nincsen, ez tükör, de tükörbe is itt. Ugyanúgy megtalálható. Oké. Bepattintjuk oda is, zsircsimircsi. Növény. Az egyikre szerintem pattintsunk egy növényzetet. Úgyni. A másikra. Meg. Lámpa cube. Figyelj oda. Ó, te! Tiszta design. Srácok, ez itt engem elképesztően zavar, de nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudom, hogy miért van ez. Tudjátok, mi kéne még ide? Függöny, fali panelek, berendezések, asztalok, ajtók, ágyak. Tudjátok, hogy mire gondoltam? Csak nem akarom addig elmondani. Mondjuk nem tudom miért nem. Igazából festményre. Hol lehet a festmény? Növények, mennyezeti lámpa, más. Nem a másba lesz? Ami festmény. Hallod, nem a másba van. Lámpa tartó. Lámpák, konyha, ki... Ó, oh, megvan. Én voltam egy ökér. Mi kéne ide? Valami őszies kép kéne, nem? Naplemente. Mit tudom én. Valami nagy, ilyen dizájnos kéne. Meg fektetett. Hát, akkor nem tudom, hogy melyik legyen. Legyen ez? Na. Kép, tabaszit, fotó. Pont nem ilyet akartunk, de ez most ilyen lett. Legalább fordítva is kellett volna oda tenni. Tessék! Ezt nézzétek. Jó az nektek. Oké. Hát igen, az ott átlók, de nem tudok vele mit kezdeni. De akkor legalább tegyük be a sarokba, nem? Ezt majd elrendezi, aki beleköltözik. Ajj, né? Á, de hát ez meg hogy néz ki? Legalább akkor annyira, hogy ne lógjon bele az ajtóba, nem? Istenem. De nem, ez úgy néz ki, úgy mutat, hogyha középen van.
Jó van, mindegy, ott lesz, aztán majd megoldja az, aki ide beköltözik. Hát nem tudok vele mit kezdeni. Na, srácok, szerintem így első körben, az a baj, elfogyott a pénzem, úgyhogy nem is tudok már más csinálni. Első körben ez ilyen, kicsit olyan letisztultabb, meg nyilván egy csomó mindent még tudnék belevenni, csak nincs mások pénzem, sőt, nagyon kevés van. Úgyhogy egyelőre én azt mondom, hogy ez ilyen lesz, aztán eladjuk most, és megnézzük, hogy hogy működik. Mennyit költöttünk rá? Azt mondja, hogy van $2000, akkor költöttünk rá, ami valóban költésnek bizonyul, az 6000, meg vettük 47000-ért, az akkor azt jelenti, hogy 53000. 53000 alatt remélem, hogy többet adnak érte. Aukció indítása. Nem értem ez. 8 azt a rohadt teget! 80... Jézusom! Srácok! Fuha! Nem értem, ez lenne a konyha? Na várjatok! Húha! $90,000, srácok! Már 90,000-nél tartunk! 93! Mi van veletek? Ha lesz a büzsé! 95! Ja, hogy ennyi? Ez így el lett adva? Nem is én választottam ki. A ház ára 47.934. Felújítás költsége, azt nem értem miért van. Ott 0.56, mindegy. Ház eladás 95.000-ért sikerült eladnunk, srácok. Tehát profit 42.000-es profit. Ajánlat elfogadása. Srácok, deal. Deal volt, 96000-ünk van. Úgyhogy jöhet a következő ház? Írjátok meg kommentben, rengeteg házon amúgy várjatok, már belemutatok. Figyeljetek csak. Mármint, hogy ennyiért már, mi a max? Jézusom, de drá, az már jó nagy felújítás. Na, figyeld, amit meg tudunk vásárolni, hát nagyjából, hogyha fullosan akarnánk felújítani, 96000-ünk van, tehát valami ilyesmi kéne. Mert 96000-ünk van, ezt kéne akkor megvásárolni. És akkor 30000-ből úgy felújítanánk ilyen kis apró cseprő dolgokat is, mindent. Srácok, na jó van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hogyha tetszett nektek, nyomassatok rá egy lájkot. Anfield Shop, Instagram, minden a leírásban. Jók legyetek, szevasztok!